A nők mellett a férfiak is mehessenek 40 év munkaviszony után nyugdíjba. Ezt akarják szakszervezetek, ezért népszavazást kezdeményeztek. A Tudományos Akadémia szakértője szerint ez katasztrofális lenne, és inkább büntetést kéne fizetnie annak, aki hamarabb akar nyugdíjba menni. A nyugdíjfolyósító szerint, ha ezt bevezetnék, már az első évben 150 ezer férfi mehetne korengedménnyel nyugdíjba. Férfiak 40. Ez a jelképe a szakszervezetek népszavazási kezdeményezésének. Azt szeretnék elérni, hogy a férfiak is nyugdíjba mehessenek 40 év munka után. A nőknek 2011 óta van erre lehetőségük. Az érdekvédők szerint a különbségtétel sérti az esélyegyenlőséget. SI Én úgy gondolom, hogy a férfiak 40 év utáni nyugdíjba vonulási lehetőségét a magyar társadalom támogatni fogja. Gaskó István azt mondja, a férfiak kedvezményes nyugdíjának bevezetése 150 milliárd forintba kerülne. Ezt szerinte a több kulcsos személyi jövedelemadóból lehetne fedezni. Ez egy teljes tévút. A Híradónk által megkérdezett nyugdíjszakértő szerint egy ilyen intézkedés rendkívül káros lenne. Katasztrofális, már eddig is katasztrofális, hogy a nők 40 éves jogviszony után teljes nyugdíjjal, akár 58 éves korukban nyugdíjba mehetnek ha ezt a férfiakra kiterjesztenék, az kettős katasztrófa lenne. Simonovics András szerint csak akkor szabadna megengedni a engedményes nyugdíjba vonulást, ha az érintettek büntetésként csökkentett nyugdíjat kapnának. A nyugdíjfolyósító írásban válaszolt kérdéseinkre. Szerintük már a bevezetés évében 150 ezer férfi lenne jogosult a kedvezményre. Magyarországon ma két millió nyugdíjas él. Számuk az elmúlt években jelentősen nem változott, de a népességen belüli arányuk rohamosan nő. 1990-ben még négy dolgozó tartott el egy nyugdíjast. A statisztikai hivatalnál úgy számolnak, hogy 2060-ra már két munkavállaló befizetett járulékából kell majd kifizetni egy nyugdíjat. Arról, hogy a férfiak is elmehessenek 40 év munkaviszony után nyugdíjba, népszavazás lehet, mivel a Kúria jóvá hagyta a szakszervezetek erről szóló kérdését. Ha november 5-ig sikerül összegyűjteni a 200 ezer aláírást, akkor már az idén kiírhatják a referendumot.